Idén is ellátogatott a magyar gyerekekhez Jólupukki, a finn Mikulás, aki nektek is boldog karácsonyt kíván. Hyvää joulua kaikille unkarilaisille! Na mesélj, mi volt fönt ott az előbb a színpadon, kedves Máté? Hát, fotózott a nyúl. A legifjabb Ajdú átvette az irányítást. Nyilván igen, apára ütött. Kaptál ajándékot is? És mi van benne? Hát elég sok dolog, és csak itt él, akkor is van ilyen. Mit szóltak a gyermekeid a Mikuláshoz? Először a Noncsi nagyon megijedt tőle, de aztán egyre inkább feloldódott, és már oda is ment hozzá. Na. Ő meg még nem igazán érti ezt az egészet. Éppen most láttuk a Mikulást, sőt, kezet is fogtunk vele, és azt is megfigyeltük, hogy ez nem ám hamis Mikulás, mert ennek igazi szakálla van. Meg lehet húzkodni, és nem jön le. Igazi. Örültél te is a Mikulásnak? Nagyon, rendkívüli módon, főleg azért, mert a fiam örült neki. Én már azért találkoztam néhány évvel ezelőtt valamilyen esemény kapcsán Jólupukkival, ugye a finn Mikulással. De mire ideértünk, ő is megtanulta a nevét, úgyhogy mondta is neki, hogy szia Jólupukki. És mindig ilyen érdeklődő? Na, mit szeretnél? Ő mindig ilyen érdeklődő, tehát belőle lesz a következő talk show, mert... Tehát készült erre az élményre, már az óvodában úgy fogadott minket, amikor most elhoztuk, hogy mondta az óvónének, hogy ő most megy az igazi Mikuláshoz. Találkoztál már a Mikulással korábban is? Hát az óviba, igen. A Noémi pedig, mint látjuk, nem igazán a média felé érdeklődik. Konkrétan... Letolj minket a nagy évben. Halló! Ja. Mikulás bácsi. Szia. Nagyon örülök. Én is örülök. Örülsz? Megköszönted? Hát mondja, köszönöm Mikulás. Mondja, thank you very a macskát. A mesé mi van benne? Várom cukor. Luffy, meg ilyen micsoda a Marci. És mi a legfontosabb, ami van benne? Úgy hallottam, van benne rágó is. Igen. Szereted a rágót? Igen. És mi leszel, ha nagy leszel? Hát elég sok minden. Elkészült az első dalod, amiben te énekelsz és rappelsz, ugye jól láttam? Aha. Mutatsz belőle egy részletet nekünk? Zsonglőr, megrepülő vezető csukrás. Apukám talált ki, hogy az én nagy kincsem ugyan ki. De reppelve. Ki más lenne, nem? Te? Ugorát gyorsan az ölembe. Te? Hát bravo, köszönjük szépen. Nagyon ügyes vagy. És ki írta ezt a szöveget? Senki. De nem utolvasd már mellé ide.